Az egész társulat csúcsra működött ebben az évadban, mondta Blaskó Balázs, az EGRI Színház igazgatója az évadzáró társulati ülésen. Hozzátette, 97%-os látogatottsággal ment az évad, több mint 300 előadást láthatott, az a közel 84 ezer néző, aki ellátogatott a színházba. A teljes sikerhez nagyobb állami támogatásra lenne szükség, tette hozzá az igazgató. Jelen pillanatban a színházunk állami támogatása 120 millió forint, ebben benne van a művészeti, ez gyakorlatilag a művészeti támogatás. Az e fölött az épület fenntartás az egy másik büdzsé, az általában hasonló nagyságrendű évente. A művészeti támogatás az, amelynek a mértékében 40-60 millió forintos növekményt várunk, és vártunk már az elmúlt évadban is, ami elmaradt. Habis László polgármester az évadzárón úgy fogalmazott, a számadatok azt bizonyítják, hogy a színház jó úton halad, és a város továbbra is biztosítja a működés feltételeit. A záróülésen átadták a legnagyobb helyi napilap által megszavaztatott közönségdíjakat is. A legjobb színésznő Bodor Németi Gyöngyi, a legjobb színész Nagy András lett. A legjobb táncos díját Tóth Karolina kapta, legjobb rendezőnek Csiszár Imrét szavazta meg a közönség. A társulat által megszavazott legjobb műszaki dolgozó Szaniszló Tamásné lett. Az évad művészedíjat Rácz János kapta, aki 6 bemutatóban is szerepelt. Nehéz szavakat találni, mert az a színésznek talán az a legnagyobb elismerés, amikor a kollégái ismerik el a munkáját. Még mindig egy kicsit remegek ebben bele, ebbe az érzésbe. Itt vagyok 18 éve, ez a harmadik alkalom volt, hogy megválasztottak. Az új évadban musical, zenés színház és dráma is szerepel majd a repertoárban. Az évadot a József és a színes szélesvásznú álomkabát című musical indítja, a bemutató október 9-én lesz. Illetve keresse meg az olvasókat.